Tele az internet olyan videókkal, amiken az a típusú motor látható, amit a két nagykóni férfi lopott el az ausztriai Linzből. A rendőrök egy másik bűncselekmény miatt mentek ki egyikőjük házához néhány napja. Akkor vették észre a több mint 1 millió forintot érő járművet az udvaron, aminek az alvásszámát részben lekaparták. Az azóta már meggyanúsított férfi különös történettel állt elő a motor eredetét illetően. Azt mondták, hogy Kölnben vásárolták 300 euróért, közben a rendőrök lefoglalták a járművet, mivel annak a vásszáma részben volt csak olvasható. Az eljárás során megállapították a valós vásszámot, és kiderült, hogy az osztrák rendőrség körözést adott ki, mert október 25-én este ismeretlenek Linzből eltulajdonították a parkolóba leállított motort. Ezeket a felvételeket pedig már a rendőrség munkatársai készítették. A motor eredeti tulajdonosa nem régen át is vehette a tőle korábban ellopott kétkerekűt. A 29 és 22 éves megyespusztai férfi gyanúsítottként hallgatták ki a kollégák, mely során beismerő vallomást tettek. Elmondták, hogy abban az időben lomizásból éltek, és ilyen okból kifolyólag hazafele tartottak. Linzben megálltak egy parkolóban pihenni, amikor észlelték ezt a lezárt crossmotort. Egyből berakták a teherautóba, majd hazaindultak. Útközben még a kerékpárzárat eltávolították, hogy egy esetleges igazoltatáskor ne váljanak gyanússá. A két nagykonyi tolvaj egyelőre szabadlábon védekezhet, hamarosan nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kell majd bíróság elé állniuk.